szépek lesznek. Nem tudom, de a legjobbak az biztos. Jön a kis csapat, egyik fele. Vagy mindannyian, nem tudom már itt szürkét, hol látom, nem látom. És egy páran más munkát mennek, ugye? Vannak, akik versenyre készülnek. Nekiék itt vannak, a szürke, a viruslányom máshol van. Hát ilyen idő is van, ilyen fagyos, jeges eső. Hát ez van fagyos. Tegnap jó volt, ma ilyen. Hát alóan mindenetek szolgoljatok, így van. Megint nem tudom felvenni, hogy vízbe mennek. Tegnap se sikerült, olyan túl közel. Jön valaki. Többen, hogy egyen egy szürke jön. Akkor az a lányom. Mindjárt meglátjuk. Elengedik egyedül. Majd az nem tudom, hogy ki az. Egy szürke jön, lehet, hogy a Mirus. De ott két szürke is talán. Hát én nem ismerem föl, de szerintem lehet, hogy a Miruka. Úgy tűnik. Majd látjuk. Nem tudom. Egyelőre nem ismerem föl. De Miruska. Már a ülését még megismerem. Jaj, csajok, elfúj a szél, esküszöm. Másra indulunk haza. De jó, Miruska egyedül elengedték. Jó. Na, hova mentek? Tudom megint felvenni a vizet. Igen, akármilyen idő van, természetesen ha mondtam, azt mondták, víz, akkor víz. Ja. Most lejjebb jöttem, jó sokat. Valamit fel tudok venni, közelebb kerüljek, de hát ilyen vizen gázoltam át. Ugye mondja is a Leblanc, éjszaka itt kijön eddig a víz, gyönyörűen visszavonul reggelre, és naturál elmosod, gyönyörűen megcsinálja a talajt, és így is van. Patanyomot itt reggel nem látsz, aztán jön újra. Tehát nem kell se traktor, semmi más. Hát nem érdekel, csurom víz lett a cipőm, de lejöttem ide, ezt akartam tegnap is, hogy innen vegyem ide. Mindegy, megéri, mert olyan felvételeket ők is csináltak Lóháncról. Zsír, Niki, Sári, Mirus. Ilyen cseréltek most rovat.
megértem. Házik is a cipőm. Nem baj. Nem baj. Tegnap nem sikerült ilyen közelről. Sikerül ez az. Nagy hullámok. Nagyon szép. Látványos. Tehát ilyet ritkán van, ugye tavaly voltunk először. Ugyanez a hármas. Nagy boldogság volt. Na, alig várták idén, hogy na jó, meg lett ígérve, gyerünk. Kerül, amivel kerül. Ez olyan élmény nekik, hogy nem felejtik el soha. Remélem, hogy meg is hálálják egyszer. Ha nem hálálják meg, az se baj. Egy biztos én örömet szereztem nekik. Tuti. Hopp. Jaj. Ez fantasztikus a lovaknak. Csócsvíz. Hát de jó 20 percet sétálnak. Körülbelül. Mindent nem veszek föl, mert lefagy a kezem, azt is megmondom. Nagyon klassz. Ha élvezik a lovak, el vannak benne. Az eleje is. Ugye csatlakoztak. Mi is lehoztunk két lovat. Így lett 6, 4, meg 2. Hát nagy dolog bizony. Nem baj, most sikerült a tenger, tegnap meg sikerült már jó felvételeket Kentrébe csinálni. Hát nem mindennapi felvételek, az biztos. Ugye alagon csinálom akármiket. Ez valami szenzációs, az biztos akármire. Mozog is nagyon itt a kezem. Tehát menni is, meg kinagyítva is, azért nem könnyű. Kicsire veszem, akkor jó. Na így menne. Valaki megmondja, na így hagyjad. Lehet. Különben. Lehet. Így legalább megyek, nem mozog annyira. Így is azért látványos. Itt a vízre. Atlantik óceán. Nyugaton vagyunk, ugye. Dovio, Normandia. Nagyon sok hely van Franciaországban, de a Riviera és a Normandi rész is világhírű. Cipőmnek ma olyan minden. Az ikrek itt ballagnak. Nagyon büszkék. Ott Niki, előttük Jill, és a másik kettő. És jönnek ki a vízből. Szállító, alamezzo, vissza a hotel, átrendeződünk, összepakolunk, elbúcsúzunk, árverés, 3-4 fele vége, és aztán pakolunk haza. Milyen volt ikrek? Ilyen idő ez van. Jó volt különben? Hogy, hogy elengedtek téged egyedül? Hogy, hogy elengedtek egyedül? Na jó, csak hogy így megértettétek, jó? Büszke vagyok.
egyedül is mentél. Ubazd meg! Az, hogy nagyon szar idő van. Na várjál, azt a kurvaszt meg! Na jó. Hú, cipőmnek annyi.